A mai nap forgatásra megyek, tudjátok, már mondtam egy párszor, hogy az utolsó előtti forgatás az ma lesz. Hát mit mondjak, nem egészen a legtutibb az időjárás egy forgatásra, de fingom nincs, hogy hogy fogom ezt megoldani, vagy hogy mi lesz a koncepció, vagy hogy mint lesz. De előbb-utóbb minden úgyis majd megoldódik. Most per pillanat ilyen esőcskés az idő. Hát így állunk, hogy ez ilyen esernyős sztori lesz a mai. A few moments later. Na, készen van. Annyira nem is volt rossz. Ahhoz képest, hogy szar az idő. Hát a fagyizás elmaradt, mivel az volt az eredeti koncepció, hogy mindenki fagyival a kezébe össze fog állni egy ilyen csoportképre, de az most elmaradt. A lányok itt vannak a kávézóba, úgyhogy jövök én is, megnézem, hogy mi a helyzet itt. Talán iszok egy kávét, mondjuk azt már ittam, úgyhogy iszok egy üdítőt inkább. Szia, apa! Apa van itt, így van! Itt a hagymázban van egy kiállítás, amit sajnos nem tudok nektek most megmutatni, de szerintem hétfőn nyitva lesz, és akkor elvegyek a kamerával, és meg tudom mutatni nektek. Az a címe, hogy lebegés. Ilyen kis szobrocskák vannak benne, nagyon-nagyon hibátlan jó. Érdemes megnézni. Így az ablakon keresztül tudok nektek mutatni belőle pár dolgot. Sziasztok! És ennyi volt a délelőtt. Igazából a délután folyamán egyik ismerősünkhöz látogattunk el, ahova direkt nem vittem a kamerát. És utána így sicsúgy elérkeztünk a késő délutához. Folytassuk akkor most innen. És akkor egy nagyot ugrottunk. Délután fél négy van. Azon gondolkodtam, hogy kimaradjon egy rész, de úgy döntöttem, hogy nem maradhat ki. Az az igazság, az a helyzet, hogy a nézőket nem érdekli az, hogy neked milyen kifogásaid vannak, illetve az se érdekli őket, hogyha nincs témád. Most youtuberként az a feladatod, hogy találj témát. Most jelen esetben ezt a témát találtam. Igen, hogyha vlogolásba belekezdesz, akkor nyilván nem minden nap ugyanolyan. Viszont egy felelősséget is felvállalsz, amit nem igazán lehet félváról venni. És nem lehet csak úgy, mert most nincsen kedvem, vagy nem jól érzem magam címszóval véka alá söpörni. És akkor itt megint bele kell szóljak. Igazából elmondtam Évinek, hogy mi a nagy szívfájdalmam, hogy a mai nap nem sikerült olyan jól, mint ahogy kellett volna, és hogy picikét bajba vagyok a vloggal. És tulajdonképpen mint egy hős felkapta a kamerát, és ami most következik, az ennek az eredménye. Szervusz, kedves Péter! Szia, már találkoztunk már egy párszor. Mi a kérdésed? Elmondanád nekem, légy oly kedves, hogy milyen volt a mai vasárnapod? Hát egyelőre unalmas, épp most mondom a nézőknek, hogy ha elkezdel, ilyen szó elkezdel. Nincsen. Elkezdel. Hogyha, várj, mit is mondtam? Azt taglaltam, igen, hogy azon gondolkodtam, hogy a mai rész, illetve a mai vlog, azaz a tegnapi nap, unalmas volt, és nem csinálok vlogot, tehát kihagyom a vlogot. De ha már egyszer youtuberösked, akkor olyan nincsen, hogy kihagyod, vagy mit tudom, kifogásokat keresel, hogy most éppen miért ne
töltsél fel a YouTube-ra videót. Mert igazából a nézőket ez nem érdekli. Uh-huh. Hogy a te dolgod az, hogy szórakoztasd őket, mert ez egy show, akárhogy is nézed, amit nem lehet csak így félváról venni. Vagy csinálod, vagy nem csinálod. Egyébként a kérdésedre a válasz az hát elég unalmas. Tehát unalmas igazából, nem az, hogy unalmas, mert voltunk itt-ott-ott, hanem a vlog szempontjából unalmas, az nézőknek nem biztos, hogy igen, érdekes. Voltunk itt ott, de mind olyan top secret hely volt, hogy nem lehetett bele. Hát nem is az, hogy top secret hely volt, hanem inkább az, hogy tudom én, nem, az ember nem veszi fel az ilyen családi dolgokat videóra. Aha. Igen, de én, mint néző, megtartanám magamnak a jogot, hogy én döntsem már el azt, hogy most ez unalmas vagy sem. A makói városnapi bazárban voltál kint esetleg? Tudsz róla valamit mondani? Épp itt haladunk elő mellette. Nem voltam kint. Kicsit világosak vagyunk. Jaj, most még világosak. Tehát itt haladunk el a makói bazár mellett, ami úgy szintén üres. Üres. Tehát olyan szinten üres, hogy üres. Igen, mert vége van, hát vasárnap van. Igen, és amikor még nem volt vége, akkor... Akkor? Voltál kint esetleg? Meglátogattál pár koncert? Igen, akkor mikor kezdődött, pont ugyanígy nézett ki az egész szituáció, mikor kezdődött. De igaz, csak egy pár másodperc erejéig volt benne a vlogban ez az egész. Aha. Szóval akkor nem de tudod, volt, hogy nem hogy voltam, zajlott. Nem voltam kint. Nem ezek szerint te sem voltál kint. Hát ennyi lett volna a mai vlog. Ez egy picit eltért a megszokott vlog stílusától. Ez van. Jó. Remélem, lelöktem itt most egy csomó dolgot. Remélem, hogy így is tetszett. Mindenkinek kellemes időtöltést, jó munkát a hétre. Találkozunk holnap. Sziasztok!